expozéban is elhangzott, hogy addig, amíg az egyéni képviselők, önkormányzati képviselőjelöltek a saját arcukkal állnak a választók elé, addig a listás képviselők esetében ez nincs így. Jól tudjuk, hogy legtöbb esetben az egyéni jelöltek szerepelnek ezen a listán, és nyilvánvalóan, hogy az önkormányzati képviselői munka esetében megkerülhetetlen a személyes kapcsolat, és nyilvánvalóan az a mérlegelés, amit a választópolgárok tesznek a jelölt személyes kvalitásai és élete szempontjából. Egy nagyon fontos és kardinális kérdés a kompenzációs listának a kérdése. És ebből a szempontból nem csak politikailag lejt a pálya a nagy pártok vagy a Fidesz felé beszéljünk világosan, hanem alkotmányos problémák is fölmerülnek, mint ahogy Tóth József képviselőtársam, polgármester úr részletesen kifejtette ezt a témakört, hivatkozva azon alkotmánybírósági ítéletekre, döntésekre, amelyek érintik ezt a témát. És én bizakodó vagyok abban, ha ezt a pontot elfogadja a parlament, abban az esetben köztársasági elnök úr majd megfontolásra visszaküldi a parlamentnek, hogy tárgyaljuk újra, gondoljuk meg újra. Nyilvánvaló, hogy ezek a rendelkezések a kisebb pártoknak és a civil szervezeteknek az indulását akadályozzák, mint ahogy az is, ha többen állítanak közös listát, akkor a küszöb már 5-10 és 15% lesz. A különböző egyéb kritériumok emelése, mint például a megyei lista esetében a 4%-ról 5%-ra történő emelés, vagy a fővárosi listállítás 6 fővárosi kerület helyett 12 kerületben történő listállítása feltétele, mind-mind azt mutatja, hogy azokat a feltételeket, amelyek a jelöltek, szervezetek indulását biztosítaná, ez a törvénytervezet nehezíteni akarja. Ugyanúgy, ahogy a főpolgármester esetében például 6700 helyett 27000 ajánlószelvényt kell összegyűjteni, vagy a megyéknél több mint háromszorosát a jelenleginek. Ahelyett, hogy inkább az ajánlószelvényi rendszernek a megváltoztatását vetette volna föl ez a törvénytervezet. Ez a törvény nem teszi lehetővé, hogy a helyi önkormányzati testületek kifejezzék a helyi társadalomnak a sokszínűségét, a sokszínű politikai és társadalmi érdeket, ezeknek a tagoltságát. Nehezíti a lakosság és az önkormányzatoknak a kapcsolatát. Nyilvánvaló, ez egy következménye lesz a radikális létszámcsökkentésnek. És nyilvánvaló, hogy belterjessé válhat az önkormányzati munka is. Ezek kockázatok, amelyek a másik serpenyőben vannak, amelyekkel foglalkoznunk kell, amelyel szembe kell nézni és mérlegelni kell. Elhangzott itt Kővári János képviselő részéről, hogy aki egyébként civilként ül a Fidesz parlamenti pacsoraiban, hogy ez a törvénytervezet nem akadályozza a civil szervezeteknek az indulását. Én azt javaslom, hogy mondja el ezt a civil szervezeteknek, és hallgassa meg majd az ő válaszukat ebben a kérdésben. Láthatjuk, hogy tendenciózusan a nagypártnak, a Fidesznek áll a zászló, és ezek a rendelkezések, ezek a javaslatok az ő politikai érdekeit képviselik. Az önkormányzati demokrácia pedig nem erről szól, nem a szűkítés, nem a kizárásról szól. Én azt gondolom, hogy kiöntötték a fürdővízzel együtt a gyereket. Én azt javaslom, hogy a képviselő úr és társai inkább vonják vissza ezt a törvényjavaslatot, és jobb lenne, hogyha újra gondolnák, ha megvitatnák, persze a nemzeti együttműködés oly sokat emlegetett rendszerében. Legalább megtudnánk azt is, hogy mit jelent ez. Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselő úr. Írásban ismételt felszólalásra jelentkezett Kovács Zoltán képviselő úr, Fidesz. Öné a szó, képviselő úr. Köszönöm, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. Néhány dologra szeretnék reflektálni a felszólalás keretében. Az egyik a
sokszínűség, amiről jó néhányan emlegettek. Én ismerek olyan önkormányzatot, amely kétszínű van. Jobboldali és baloldali, két párt jutott be az önkormányzatba a 10 000 feletti listán. Tehát a jelenlegi választói rendszerben is lehet arról beszélni, hogy vannak sokszínű önkormányzatok, és vannak kevésbé sokszínű önkormányzatok. Ez nem ettől függ, hanem főleg attól, amiről Kósa Lajos beszélt az imént 2 perces felszólalásában, hogy az egyénektől függ, hogy kire szavaznak a választópolgárok. Az nagyon nagy hiba egyébként, amiről Karácsony Gergely beszélt, hogyha nem ismerik egyébként a választópolgárok, hogy kik az ő képviselőjük. Ez egyébként a képviselő hibája is, ha nem ismerik meg a választópolgárok. Akik már régebb óta önkormányzati képviselők, azokat ismerik a választópolgárok. Valóban, aki újra be akar szállni ebbe a politikai ringbe, a helyi önkormányzati rendszerbe, annak sokat kell tenni azért, hogy megismertesse az ő koncepcióját, programját a választópolgárokkal. Szó volt itt Jobbik képviselő részéről a politikai álláshalmozásról. Hát nem akarok személyeskedni, de azért én inkább tartom jónak azt, hogy a politikus országgyűlési képviselő és más önkormányzatban is benn van, mintha mondjuk a közigazgatásból jön be, amely egy külön ága egyébként a hatalmi ágak megosztásának a politikába. A kettő sokkal messzebb van attól, mint hogy politikusként akár két testületben is van. Az egyéb családi kapcsolatokról nem kívánok beszélni. Ami Pál Tibor képviselő hozzászólását illeti, amely a hatalom koncentrációról beszél, szeretnék a jelenlegi rendszerben néhány olyan példát felsorolni, ugye itt úgy fogalmazódott meg képviselő társunk részéről, hogy 60-40% az arány. Botka László vezérszónoka volt az MSZP-nek, Szeged polgármestere. Ott a Fidesz 35% körüli mandátumot tudhat magának, az ellenőrzési jogosítványokat biztosító pénzügyi ellenőrző bizottságba 12%-ot kapott a Fidesz. De hogy egy másik bizottságról is szóljak, a jogi és ügyrendibe 25%-ot, ugye, amely kvázi házbizottságként is működik. De ne menjünk messzebb, maradjunk a fővárosnál, Pál Tibor jól tudja ezt. A BKV tisztagú felügyelő bizottságában sikerült egy ellenzéki képviselőnek helyet adni, miközben egyébként egy különbség van az ellenzék, illetve a kormánypártok között a fővárosban a kormánypártiak javára. Most az MDF színes magatartásáról nem kívánok külön kitérni. Az SMS-t is úgy alakították ki a fővárosi közgyűlésben, hogy a bizottságokra delegálták a döntési jogköröket, és ott egyharmad, kétharmad arányt alakítottak ki, hogy nehogy véletlenül is gond legyen az egyfős többséggel. Ez pedig a jelenlegi úgynevezett arányos rendszer, amiről egyébként a képviselőtársak beszéltek idején jelenleg a fővárosban. Az MSZP-SZDSZ koalíció részéről ez a gyakorlat. Nem kívánom ezt folytatni, valamelyik képviselőtársunk arról beszélt, hogy ha kevesebb a képviselő, az talán a közélet tisztaságát különösebben nem befolyásolja, de az sem, ha több. Új szlogen van, nem tudom, hallották-e már Újbudán, valamit visz a vízt. A közélet tisztaság megtisztulásának egyik eleme lehet az ilyen jellegű cselekmények kisöprése egyébként az önkormányzati rendszerből. Ott is nem a testület előtt zajlanak a döntések gazdasági ügyekben, hanem bizottsági szintre delegálták ezeket. Ami az arányosság elvét illeti, én helyesnek tartom azt, hogy a megyei önkormányzatokban a korábbi aránytalan helyzet kiküszöbölése kerül, a létszámokhoz, a lakosság számhoz igazodik, illetve pontosabban a választópolgárok számához. Példaként elmondtam, hogy a kicsi Tolna megye esetén több képviselője van a megyei önkormányzatnak, mint mondjuk a jóval nagyobb Veszprém megye esetében. A 10 000 fős lista alatt, 10 000 fő alatti lista esetében nem volt vita egyébként itt a képviselők között, azzal csak az elnevezés változott, jobban kifejezi egyébként a jelenlegi rendszert, egyéni listának hívjuk. Az arányosság ugyanígy